Gróf Mikó Imre 12 holdas kertjét a hozzátartozó villával 1859-ben az Erdélyi Múzeum Egyesületnek adományozta, amely a tudomány és az egyetem szolgálatába helyezte azt. Az Erdélyi Múzeum Egyesület rendezvénye a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat 20. évfordulójának kiemelkedő mozzanata a Mikó emlékkő avatása volt, tisztelgésként az alapító Gróf Mikó Imre előtt. Ez a kő, az egy szimbólum. Most a felirat, amit majd fognak látni, az pontosan ez, olvasom. Ezt a családi villát és kertjét Gróf Mikó Imre 1859-ben az Erdély Múzeum Egyletnek adományozta, amely 1872-ben a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Egyetem rendelkezésére bocsátotta. Ez 2019-ben lett volna a 160 éves megalakulásának évfordulója az EME-nek. Több okból ez húzódott, úgyhogy az idén tudjuk ezt a követ avatni, viszont az idén a Magyar Tudomány Napja Erdélyben a 20. évfordulát ünnepli. Sok ünneplés van, akár jövőre is tarthattuk volna ezt ünnepet, mert jövőre lesz 150 éves az egyetem alakulása. Az 1872-ös pont, mikor az Erdély Múzeum ezt a villát az oktatás és tudomány szolgálatába adta, azt a célt szolgálja most is, amit az adományozó elgondolt. Mikó Imre egy van. Egy van, egy volt, és ezzel van egy kis bajom. Bármilyen furcsán is hangzik, azért, mert szeretném, ha nem csak egy lenne. Az a típusú tradíció, ami a 19. században, 18-ban, vagy még azelőtt is, a telekik, a bánfik, a mikóknak a tradíciója, hogy áldozni a kultúrára, ez a típusú viselkedés azonban nálunk megtört. Nem azt mondom, hogy mi nem adakozunk, nem azt mondom, hogy mi nem segítünk, nem azt mondom, hogy mi nem tesszük a magunk kicsi dolgát, amikor lehet és amikor kell. De szeretném látni azt, hogyha a Mikó Imrék újra megjelennének, és azt a hatalmas hozzájárulást, amit Erdély szerte, vagy ha csak Kolozsvárra gondolok, Kolozsvár szerte tettek annak érdekében, hogy a kultúra, hogy a tudomány fejlődjön, és ne csak egy egyszeri dolog legyen, hanem ennek egy töretlen folyománya legyen, lásd ugye egy egyetem, lásd egy színház, lásd iskolák. Nagyon szeretném, hogyha ez minél inkább és minél gyakrabban elő tudna fordulni. Úgyhogy én azt tudom mondani önöknek, és nyilván magunknak is, hogy minél több Mikó Imrét kívánnék a jövőben, és talán a jelenben is. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozatot az Erdélyi Múzeum Egyesület minden évben a november 23-ához legközelebb eső hétvégén tartja, az 1859-es alapító közgyűlésre emlékezve. Mit jelent nekünk ez a 20 év? Hát azt, hogy 20 éve kitartóan, évi rendszerességgel egy olyan fórumot teremtettünk és tartunk is fenn, amely a tudós társadalmat megmozgatja, szakmai számadásra biztatja, intézményközi közreműködéseket is serkenti, és egy különös közösségi hangulatú szakmai közegben beszélhet az előadó az új tudományos eredményeiről, bemutathatja, közzéteheti, publikálhatja is, ismeretes, hogy a kiadványaink által is ezt lehet népszerűsíteni szakszerűen, precízen, de akár tudomány népszerűsítő formában is. Az idei rendezvénysorozat online térben zajlik. Programot és belépési linket az Erdélyi Múzeum Egyesület honlapján találnak.